Szeretnélek megkérni benneteket, figyeljetek jól. Bemutatom nektek az új 90-est, amit az EIMA alkalmából nem tudtam nektek sajnos részleteiben megmutatni. Robosztus, agresszív, brutális maszk, ami nem csak önmagában, mint kidolgozottság egyedülálló, talán nem is annyira egyedülálló, de mondhatjuk azt, hogy a Solis megszokott konzervatív stílusát egybeötvözi egy elég erőszakos, szinte Transformers-be illő arculattal. Gyakorlatilag egy gomnyomásra nyitható a motorháztető, és föltárul előttünk a jövő. Hiszen Stage 5-ös motor, AdBlue-val és részecskeszűrővel. De a gyártó nem csak arra figyelt, hogy magában a gép megfeleljen a műszaki előírásoknak, hanem mégis egy kezelő és karbantartás barát motorteret tudjon összehozni. A motortéren belül még motortér világítás is helyet kapott, amit sajnos a fényviszonyok miatt nem annyira tudunk most bemutatni, de kapott. Ezt fogadjátok el. Ugyanakkor kapott két sarok munkalámpát, amit a jelen pillanatban a homlokrakodós gép sajnos nem fog tudni élvezni, de a két sarok munkalámpa bevilágítja a kerekek előtti teret, így könnyítve az éjszakai munkavégzést. Természetesen a régi blokk megmaradt, hiszen ugyanaz a blokkról beszélünk, mint a elődjénél, a 90-esnél találkoztatok vele. Annyi, hogy ugyanez a blokk, hiszen egy nagy köpcentis motorról beszélünk, mondhatjuk azt, hogy kategórián belül egyedülállóan nagy blokkról beszélünk, hiszen a 4050 köpcentis motor ma már nem annyira divat, hiszen bármelyik versenytársat megnézzük, ennél jóval szerényebb köpcentis motorok vannak hasonló teljesítmény szintre felpumpálva. Akár három hengerrel, akár négy hengerrel, minden esetben kisebb köpcentivel rendelkeznek. Éppen ennek a nagy köpcentinek köszönheti az a bődületes nagy nyomaték, ami ebbe a vasba benne rejlik. Hiszen önmagában ez a közel majdnem 400 Nm-nyi bődületes nyomaték egy 90 lóerős traktorról hihetetlen. Ugyanakkor egy nagyon egyszerű és tényleg a praktikum vezérelte műszaki megoldásokkal rendelkezik a gép. Hiszen látjátok, elő jól megközelíthetően, könnyen tisztíthatóan helyezkednek el a hűtők, mind az intercooleré, mind a motoré, mind az olajé. Itt van elő, a levegőszűrő szintén itt kapott helyet, hiszen napi karbantartás során leggyakrabban ezt szükséges tisztítani. Egy nagyon egyszerű lepatintható fedéllel, könnyen eltávolítható, és rendkívül gyorsan tisztítható. Ugyanakkor, hogy további rangot adhasson a gyár a gépnek, hiszen beszélünk arról, hogy jelen modell küldetése nem kevesebb, mint kiváltani az elavult régi technológiákat. Sok olyan technológiát láthatunk még mai napig is a piacon, ami közel 50 éve nem változott, hiszen nincs mitől megváltozni. Ugyanakkor a Solis követve a trendeket, mind a mellett, hogy nem csak a trendeket követi, hiszen a műszaki tartalomban az összes létező Európai Uniós előírásoknak megfelel minden porcikájában, egyre nagyobb hangsúlyt fektet a dizájnra is. Lásd, egy robosztus, erőszakot sugárzó, agresszív grillrács, és még arra is jutott energia, hogy a Solis logót háttér megvilágítsuk. A háttér megvilágítás nem szemfényvesztés, hiszen Solis, mint márka, a világ 5. legnagyobb traktorgyártó cége. Ami annyit tesz, hogy az évi 175 ezer darabos kapacitásával gyakorlatilag, nem mondhatjuk, hogy a végtelen, de iszonyatos kapacitással rendelkezik. Mindamellett a két oldalsó ív kapott egy keretet, ami szintén LED megvilágítású, és mellette ugye a projektoros lámpák biztosítják a kellő országúti megvilágítást. A kabinra napjainknak megfelelő LED munkalámpákat kapott a gép, ami széles szögben állítható, hiszen magunk mellé, magunk elé nagyon kényelmesen, nagyon egyszerűen be tudjuk állítani, így biztosítva azt, hogy az éjszakai körülmények között, gyenge látási viszonyok között is kiváló körbelátásra bírhassunk. Ha megnézzük magát a gépet, tényleg egy nagyon jó súlyelosztású, a régi, korábbi 90-es modellre építkezik, hiszen a váltóba, motorba alig-alig történt változás. Maga a váltó a jelen piaci körülmények között két konstrukcióban érhető el,
Az egyik az itt látható 12/12-es mechanikus szinkronirányváltós és egyébként is szinkronváltós kivitel, illetve ehhez a modellsorozathoz elérhető a 20/20 sebességfokozatú mászófokozatos váltó, ami önmagában nem csak mászófokozatos, hiszen 0,2 km/h-ról indul a sebességtartomány, hanem végsebességben is megközelíti a 40-et, hiszen 37,3 km/h-ra képes. A gyár nagyon ügyel arra, hogy a minőség ne csak érzett legyen, hanem valós minőséget adhasson az ügyfeleknek, akik megbíznak a márkában. Ez sugallja nem csak maga a gépnek a kidolgozottsága, hanem láss csodát, a gumiabroncs választás is. Továbbra is a gyár tartja azt a hitet, hogy a radiál abroncs az abroncs, hiszen nem csak menetkomfortban, hanem vonó képességre is jóval meghaladja a diagonál abroncsok képességeit, ugyanakkor élettartamban és komfortzónában is lényegesen jobb, mint a korábbi diagonál abroncsozások, amik más márkáknál voltak tapasztalhatóak. A Solis ezt a diagonál abroncsos történetet egyedül a kis traktor kategóriában képviseli, ahol nincsenek akkora igénybevételnek kitéve a gépek. Rendkívül praktikus, egymás mellett találjuk a gázolaj és az adlótartály beöntőnyílását. Önmagában mindkettő nagyon könnyen elérhető, és az ember gyakorlatilag nem is kenni össze vele magát. Nyilván ügyelni kell, és minden egyes adlóval rendelkező gépnél ügyelni kell arra, hogy a szennyező anyag ne kerüljön az adlótartályba. Az összképet számomra rendkívül pozitívvá teszi a lakfekete fényezés, ami egy eleganciát is sugall ugyanakkor, hiszen valahol egyfajta rang, egyfajta dekorációja a gépnek. Ugyanakkor a kék dekorbetét, ami összhangot hoz létre a gép egyéb részei és a járószerkezet között, hiszen maga a gép attól nem változik, csak a dizájn, a külcsény egy picit földobja, hiszen ez nem egy olyan akkora dolog, viszont mégis egyfajta elegáns hatást kelt a gép. Nem azt mondom, hogy diszkóba lehetne vele járni, de akármiért ne. A gép összességében a kabin, úgy ahogy már az 50-esnél is jeleztem, az 50-es iránymutatását fogja képviselni. Látszik ez a sárvédő íveken, a fellépőn és a traktor hátsó traktusán is, ami továbbra is ugyanaz a robosztus 3,5 tonnás emelőmű, három pár kiadószeleppel, kétkörös, egykörös légfékkel és automata vonófejjel, illetve hashúzóval és belső pikappal. Maga az emelőmű gyors kapcsolós rendszerű minden esetben, hiszen a mai követelmények, elvárások erre, ebbe az irányba mutatnak, hiszen ennyi komfort minimálisan is jár egy gazdának, akinek nincs arra ideje, hogy órákig szórakoztassa saját magát a ráakasztással, hiszen jelentősen megkönnyíti a ráakasztást az automata kapcsolófej. Praktikusan mellette elhelyezett irányváltókarral, szuper kormányoszlop, állítható magassága, nézzük meg, állítható, ezt is tudja, nem maradt kérdés, a kormány rendben van, mehetünk. A kormány mellett nagyon jól áttekinthető a műszerfal, nagyon informális, adunk rágyújtást, nézzük meg. A légfék megoldáshoz maradt a régi, hiszen a pedálon elhelyezett nyomásérzékelős és mennyiségszabályzós pedálok vannak, Wabco fékrendszer találhatunk a gépján Wabco kompresszorral. Az összes sebességváltó kar kikerült jobbra, hiszen az alsó karra tudjuk a három főcsoportot, majd a másikon a három főcsoporton belül a négy sebességfokozatot választani. A hidraulika rendszernél három pár kiadószelepet találhatunk, és az autoliftet, ami jelentősen megkönnyít, ugye korábban már beszéltünk róla, az előre beállított fel- és lesülyeztési értékekre áll be egy nagyon egyszerű mechanikus megoldással. A jobb oldali command centeren kapott helyet a kormány kapcsolója elektronikusan indul, illetve az összkerékhajtás kapcsolója is, ami szintén elektromos lett. A kabinban a jobb oldalon találhatjuk még a klímavezérlőt, ami a megszokott digitális klímaegység, és
Hát itt most van nekem ez a doboz, itt meg kell, hogy nézzem, hogy mi van. Hát igen, a minőség, ugye Kenwood rádió van benne, tehát nem csak a traktor lehet jó, hanem a hifi is. Itt találjuk oldalt a hamutálat, kisebb tárolóra kezdjük, mindig van mit pakolni. A konzolon előre perforáltan megtalálhatjuk a különböző csatlakozóknak az előkészítését. Bal oldalon láthatjuk a TLT vezérlőket, TLT előválasztás 540 és 750-es motorfordulatszám, illetve karnáfordulatszámhoz, a járókerék, illetve a menetsebesség arányos kardán előválasztása. Ez lesz itt a kardának a kuplungja, ez pedig itt a fék, tökéletes. Hátul a sarokban kapott még egy pici helyet egy kicsi tárolórekesz, és van benne egy szivargyújtó hajzatunk is, ami telefontöltés és társaihoz kiváló, vagy esetleg az ülés mögött akár, ugye itt kapott helyet a szerszámos láda is, egy kisebb hűtőtáska is kényelmesen elfér, amihez rendelkezésünk áll a 12 voltos hajzat, hogy akár kompresszoros hűtőt tehessünk bele. A homlokrakodó egységnek a joystickja szintén egy nagyon jó helyen van, könnyen elérhető, és párhuzam vezetéses, ugyanakkor egy elektromágneses váltó szelettel sikerült megoldani a gyárnak a harmadik funkció kiépítését, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen egy őrült nagy kábelkorbácson és szelettömb rendszeren keresztül megoldani ezt az egyszerű műszaki problémát, hogy lehetőség legyen arra, hogy akár egy bálamegfogót, vagy akár egy trágyavillát is könnyen tudjunk üzemeltetni. Talán nézzünk egy motorhangot, egy indítást. Nagyon kulturáltan jár a motor, és 800-as az alapjárati fordulatszáma, ami egy komorja motorhoz illik is. Hiszen a Bosch befecskendező rendszer egy tényleg kiforrott technológia. Én azt gondolom, hogy összességében egy sokkal jobb gépet kaptunk, hiszen nem csak robosztusabb lett, hanem jóval kidolgozottabb is. A korábbi műszerfal egységnél egy sokkal egyöntetűbb, lekerekített formájú műszerfal egységet kaptunk, nem csak maga a műszerfalra gondolok, hanem annak a burkolása, az zajszigetelése, mindene jelentősen megváltozott. Egy egészen könnyen szerethető és egy tényleg praktikus kabinnal állhatunk szemben, illetve ülhetünk most már benne. Én azt gondolom, hogy ezek az apróságok, mint például itt is a műszerfalon, itt is van egy 12 voltos hajzat, hátul is van egy hajzat, rendkívül jó kihasználhatóvá teszi a traktor képességeit. Ugyanakkor az ülés, amiben ülök, az egy mechanikus sugózású ülés, ami kicsit keményre van talán állítva, vagy én vagyok túl könnyű hozzá, de azt gondolom, hogy mivel kellő tartás biztosít az embernek, ugyanakkor a karfával egy kényelmes egésznapos ülést is lehetővé tesz. Ebbe az árfekvésbe, hiszen árról nem beszéltünk ugyan, de azt gondolom, hogy talán mondhatjuk azt, hogy így összfelszereltségében az alapmodellnek ez a durván nem egészen 14 milliós ára klímával együtt nincs is olyan nagyon messze, hogy elérhetetlenné tenni a gépet.